Simon Sinek, a jó vezetők esznek utolsónak. Hogyan építsünk összetartó, lelkes és sikeres csapatot? Előszó. Nem tudok egyetlen olyan esetről sem a történelemben, amikor egy szervezet kimenedzselte volna magát a válságból, sokkal inkább kivezették a nehéz helyzetből. Oktatási intézményeink és képzéseink jó része mégsem nagyszerű vezetők nevelésére, hanem hatékony menedzserek képzésére összpontosít. Az azonnali nyereséget sikerként könyveljük el. Ennek a szervezet hosszú távú fejlődése és életképessége esik áldozatul. A jó vezetők esznek utolsónak a fenti paradigma megdöntésére tesz kísérletet. Simon Sinek nem javasol újfajta vezetői elméletet vagy alapelvet. Könyvével ennél sokkal komolyabb cél elérésére törekszik. Jobb helyé szeretné tenni a világot mindannyiunk számára. Elképzelése egyszerű. Férfiak és nők olyan új generációját kívánja kinevelni, amely átlátja, hogy egy cég sikere vagy bukása a kiváló vezetésen, nem pedig a menedzserek éles elméjén múlik. Színek nem véletlenül hozza fel példaként az amerikai hadsereget, különösen a tengerészgyalogságot, ha érzékeltetni akarja, miért fontos, hogy a vezetők figyeljenek az embereikre. Ezek a szervezetek szilárd belső kultúrával és közös értékrenddel rendelkeznek, tagjaik átérzik a csapatmunka jelentőségét, és megbíznak egymásban, egy célra összpontosítanak, és ami a fő, Megértették, mekkora az emberi kapcsolatok jelentősége a célok megvalósításában. E szervezetek számára a kudarc katasztrofális következményekkel járhat. Nem engedhetik meg maguknak, hogy küldetésük kudarcot valljon. Katonai szerveink sikerét kétségkívül az emberek biztosítják. Amikor a tengerészgyalogosok együtt étkeznek, láthatjuk, hogy mindig a legalacsonyabb rangúaknak osztják ki az ételt először, a rangidős tisztek pedig a végére maradnak. Azt is megfigyelhetjük, hogy ez nem parancsra történik. Maguktól cselekszenek így. Ez az egyszerű szokás jól mutatja, hogyan gondolkodnak a tengerészgyalogságnál a vezetésről. A jó vezetők valóban törődnek alárendeltjeikkel, és tudják, hogy a nekik járó kiváltságok ára a saját érdekeik háttérbe szorítása. Előző kezdje miért el, hogyan ösztönöznek a nagy vezetők mindenkit cselekvésre, Című könyvében színek elmagyarázta, hogy egy szervezet sikere érdekében vezetőinek ismerniük kell a szervezet valódi célját, a miértet. Jelen kötetben a megértés következő fokán azt világítja meg, miért sikeresebbek egyes szervezetek másoknál, továbbá részletezi a vezetői lét minden buktatóját. Nem elég tudnunk a vállalkozás miértjét, ismernünk kell az embereinket is, és nem kezelhetjük őket fogyóeszközként. Egy szóval, a szakmai hozzáértéstől még nem lesz valaki jó vezető. Ahhoz az is kell, hogy valóban törődjünk azokkal, akiket a gondjainkra bíztak. A jó menedzsment nem elég egy szervezet hosszú távú fennmaradásához. Színek részletes magyarázata az emberi viselkedésről tisztán megmutatja, mi áll a mögött valójában, ha egy vállalat rövid távon esetleg jól működik, de végül kudarcra van ítélve. A vezetőség nem teremtett olyan környezetet, ahol az emberek igazán számítanak. Színek rámutat, hogy azok a szervezetek, amelyekben az emberek közös értékekben hisznek, és ők maguk is értéket képviselnek, hosszú távon jó és rossz időkben egyaránt sikeresek lesznek. John Quincy Adams, az Egyesült Államok hatodik elnöke, bizonyára értette volna a színek üzenetét, hiszen ő maga is jól tudta, mit jelent vezetőnek lenni, amikor állítólag ezt írta. Ha a tetteid arra ösztönöznek másokat, hogy merészebbet álmodjanak, többet tanuljanak, cselekedjenek és többé váljanak, akkor igazi vezető vagy. Ez a gondolat jól összegzi a vezetők esznek utolsónak üzenetét. Ha egy vezető lelkesíti a beosztottait, az emberek szebb jövőről kezdenek álmodni időt és energiát fektetnek a tanulásba, többet tesznek a szervezetért, amelynek tagjai, miközben belőlük is vezetők lesznek. Az a vezető, aki törődik az embereivel, ugyanakkor szem előtt tartja a vállalat jólétét is, nem valhat kudarcot. Remélem, hogy a könyv elolvasása után mindenki úgy érzi, neki kell utolsónak ennie. George J. Flynn az Egyesült Államok tengerészgyalogságának nyugalmazott altábornagya. Az erő. Első rész. Kell a biztonságérzet. Első fejezet. Védelem a magasból. Sűrű felhők zártak el minden fényt. Nem látszott sem a hold, sem a csillagok. Sötétbe borult a táj. A csapat nehezen araszolt előre a völgyben, csigalassúsággal haladtak a sziklás terepen, és ami még rosszabb, tudták, hogy figyelik őket. Mindannyian nyugtalanok voltak. Egy év sem telt még el a szeptember 11 i támadások óta. A tálib kormány nemrég bukott meg, miután az amerikai haderők csapást mértek az országra, amiért nem adták ki nekik az al qaeda vezetőjét, Osama Bin Ládent. A különleges erők számos mind a mai napig titkos műveletet hajtottak végre a térségben. Ez volt az egyik bevetett csapat. Csak annyit tudunk, hogy a 22 emberből álló csapat az ellenséges területen működött, és nem sokkal korábban elfogtak egy nagy értékű célpontot, ahogy a kormány fogalmazott. Most Afganisztán hegyvidékén egy mély völgyben vágtak utat maguknak, hogy a nagy értékű célpontot biztos rejtek helyre vigyék. Eközben a sűrű felhők felett Mike Droli százados, becenevén Johnny Bravo repült. A motorok zúgását leszámítva oda fent tökéletes béke honolt. Csillagok ezrei petyezték az eget, és a hold olyan vakító fehérre festette a felhők tetejét, mintha friss hó esett volna. Gyönyörű volt. Johnny Bravo és a kísérő repülő pilótája az A10-es repülőgéppel körözött a levegőben készen álltak, ha esetleg szükség lenne rájuk. A szeretett teljesen csak varacskos disznónak becézett a 10 valójában nem vadászgép, hanem csatarepülő. Viszonylag lassú, együléses, páncélozott gép, amelynek feladata, hogy közvetlen légitámogatást nyújtson a szárazföldi csapatoknak. Más vadászgépektől eltérően se nem gyors, se nem szexi, innen a becenév, viszont jól végzi a dolgát. A fennköröző A10-es pilótái és a Földön tevékenykedő csapatok is szeretik szabad szemmel látni egymást. A repülőgép látványa és a tudat, hogy valaki vigyáz rájuk, magabiztosabbá teszi a katonákat. A pilótákat pedig megnyugtatja, ha látják odalenn az embereket, és tudják, hogy közbeléphetnek, ha szükséges. Azon az éjszakán azonban a sűrű felhőzet és a jellegzetes afgán domborzat miatt nem volt más mód, hogy tudjanak egymásról, csak az időnkénti rádiókapcsolat. Johnny Bravo nem láthatta, amit a csapat észlelt, de a rádióban a hangjukból tudta, amit éreznek. És ez elég volt ahhoz, hogy azonnal akcióba lendüljön. Ösztönei azt sugták, ereszkedjen a felhők alá, hogy megnézzen, mi folyik odalent. Veszélyes manőver volt a sűrű, alacsonyan gomolygó felhők, a térségben jellemző szorványos viharok és az éjjel látó pilóta szemüveg miatt, amely leszűkítette Johnny Bravo látómezejét. Ilyen körülmények között leszállni a völgybe még a leggyakorlottabb pilótáknak is komoly próbatételt jelentett volna. Johnny bravo senki sem utasította a kockázatos műveletre. Legfejebb azt a parancsot kapta volna, hogy legyen készenlétben, és várjon, amíg segítségül hívják. Őt azonban más fából faragták, mint a legtöbb pilótát. Noha több ezer méter magasan ült fülkéje védett gubójában, érezte az emberek nyugtalanságát odalent. A veszélyek ellenére tudta, hogy a leghelyesebb, ha lejjebb ereszkedik, és számára ez azt jelentette, hogy nincs más választása. Ahogy készülődött, hogy a felhőkön keresztül leszálljon a völgybe, kiderült, hogy az ösztönei nem csapták be. Két szó hallatszott a rádióból, két szó, amitől a pilótáknak feláll a szőr a hátukon. Csapatok harcérintkezésben A csapatok harcérintkezésben azt jelenti, hogy odalent valaki bajba került. A szárazföldi csapatok így jelzik a többieknek, hogy megtámadták őket. Johnny Bravo kiképzés közben már számtalanszor találkozott ezzel a kifejezéssel, de élesben ezen az éjszakán, 2002. augusztus 16-án hallotta először. Johnny Bravo kifejlesztett magában egy módszert arra, hogy kapcsolódni tudjon a terepen harcoló emberekhez, hogy érezze, amit ők éreznek. A kiképzés során mindannyiszor, amikor a harcmező felett repült, fejében lejátszotta a Ryan közlegény megmentése című filmből azt a jelenetet, amikor a szövetséges csapatok megrohamozzák Normandia partjait. Maga elé képzelte, ahogy leeresztik a Higgins rohamcsónak rámpáját, és az emberek kirohannak a partra, bele a német golyózáporba, fülük mellett fütyülnek el a lövedékek eltévedt golyók kopognak a hajó acéltestén, emberek kiáltozása hallatszik. Johnny Bravo úgy képzelte, ez a jelenet játszódik le odalent mindannyiszor, amikor azt hallja, csapatok harcérintkezésben. Szem előtt élénken kirajzolódott a kép, amikor elindult a segélyhívás irányába. Szólta a kísérő repülő pilótájának, hogy maradjon szorosan a felhők felett. Jelezte a szándékát a légirányítónak és a földi csapatoknak, aztán elindította a gépet le a sötétségbe. Miközben átrepült a felhőkön, légörvények csapkodták a repülőt. Erős ütés balról, hirtelen zuhanás, zökkenés jobbról. Ellentétben a személyszállító repülőgépekkel az A10-est nem az utasok kényelmére találták ki. A gép erősen rászkódott és hánykolódott, amíg átvágott a felhő rétegen. Mivel fogalma sem volt, mire számítson az ismeretlenben, Johnny Bravo a műszereket figyelte, hogy minél több információhoz jusson. Szeme egyik kijelzőről a másikra ugrott, majd a szélvédőre is vetett egy pillantást. Magasság, sebesség, haladási irány, szélvédő. Kérlek, add, hogy sikerüljön kérlek, add, hogy sikerüljön, mormogta a bajsza alatt. Amikor végre áttört a felhőkön, alig 300 méter magasra repült a völgy felett. Az elétároló látvány semmihez sem volt fogható, amit korábban, kiképzés közben vagy a moziban látott. A völgy mindkét oldaláról hatalmas erővel tüzeltek. Olyannyira, hogy a lövedékeket követő fénypászmák nappali világosságba borították a völgyet. A golyók és rakéták mind középre irányultak, pontosan a különleges erők csapatára, és letszövekelték őket. 2002-ben a repülőgépek elektronikája még nem volt olyan fejlett, mint manapság. Johnny bravo a műszerei nem tudták volna megvédeni attól, hogy sziklafalnak falnak ütközzön, s ami még rosszabb, egy régi szovjet térképet használt, amely Afganisztán lerohanásakor készült a 80-as években de szóba sem jöhetett, hogy cserben hagyja a csapatot. Van rosszabb a halálnál, emlékezett vissza. Az egyik, ha véletlenül a saját embereidet ölöd meg, a másik, ha hazatérsz élve, miközben huszonkét másik ott maradt. Azon a csillagtalan augusztusi éjszakán tehát Johnny Bravo számolni kezdett. Tudta, milyen sebességgel halad és milyen távolságra van a hegyektől. Fejben gyors összeadást végzett, majd hangosan számolni kezdte, hány másodperce van még, mielőtt a sziklába csapódna. Egy, kettő, három. Célba vett egy olyan állást, ahonnét az ellenséges tűz nagy része származott, és másodpercekig lenyomva tartotta a Gatling gépágyú vaszát. Négy, öt, hat. Mielőtt elérte volna a sziklát, visszarántotta a botkormányt, és éles kanyart írt le. A gép felbőgött, amint az orra újra a felhőbe fúródott. Ez volt az egyetlen lehetősége, hogy elkerülje a becsapódást a sziklafalba. A nehézségi gyorsulástól teste az ülésbe préselődött, ahogy megint visszakanyarodott a repülőgéppel. Hanem a rádióból csak süket csend érkezett. Vajon ez azt jelenti, hogy céltévesztett? Azt jelenti, hogy a rádiós fiú elesett? vagy ami még rosszabb, az egész csapat elpusztult? Aztán hívták. Teli találat, teli találat, folytasd! Ő pedig folytatta. Visszafordult és számolt, hogy a sziklába ne csapódjon. Egy, kettő, három, megint éles kanyar, még egy menet. Aztán még egy, és még egy. Jól célzott, és bőven volt üzemanyaga, viszont a lőszere kifogyott. Johnny Bravo a felhők fölé emelkedett, hogy megkeresse a kísérő amely továbbra is odafent körözött. Röviden elmondta társának, mi a helyzet, és csak ennyit kért tőle. Köves! A két A10-es egymástól száz méter távolságra szárny-szárny mellett alámerült a felhőkbe. Miután nem egészen háromszáz méterre a földtől felbukkantak, együtt indultak neki a rohamoknak. Johnny Bravo számolt, a kísérője pedig követte és tüzelt. Egy, kettő, három, négy. A két repülő tökéletes összhangban vette a hajtűkanyarokat, és tette az újabb és újabb köröket. Egy, kettő, három, négy. Végül mind a huszonkét ember életben maradt és hazatért. A támadás amerikai áldozatot nem követelt. Az empátia jelentősége azon az augusztusi éjszakán Afganisztán felett Johnny Bravo kockára tette az életét, hogy másokat megmentsen. Nem kapott érte anyagi elismerést. Nem léptették elő, és a munkahelyén kívül sem tüntették ki. Ő maga sem vágyott túlzott figyelemre, nem akart valóságsóban szerepelni. Mint mondta, számára ez a feladat része volt. Szolgálatáért cserébe a legnagyobb jutalom az volt, hogy találkozhatott az alakulattal, amelyet oly nagyszerűen védelmezett aznap éjjel. Korábban ugyan nem ismerték egymást, de amikor végre találkoztak, régi barátokként ölelkeztek össze. A lineáris szervezetekben, amelyekben dolgozunk, azt szeretnénk, hogy a vezetők lássák, mit végeztünk. Jelentkezünk az elismerésért és a jutalomért többségünk annál sikeresebbnek érzi magát, minél nagyobb kitüntetést kap a főnökeitől. Ez pedig csak addig működik, amíg a közvetlen felettesünk a cégnél marad, és amíg nem érez indokolatlan nyomást felülről. Ezt az állapotot pedig szinte lehetetlen folyamatosan fenntartani. Johnny bravo és a hozzá hasonlókat nem csak vezetőik elismerése motiválja a sikerre és arra, hogy a szervezet érdekében dolgozzanak, ez magától értetődő egy olyan szervezeti kultúrában, amely az önfeláldozásra és a szolgálatra épül, és amelynek tagjai minden szinten védik egymást. Johnny Bravo egy valamiről vallja azt, hogy bátorságot önt belé, amikor az ismeretlen sötétjébe veti magát, néha azzal a tudattal, hogy esetleg nem tér majd vissza. Ez pedig valószínűleg nem az, amire gondolunk. Bármilyen jó kiképzést kapott is, ez nem szerepelt az elsajátított készségek között, és a magas szintű tanulmányok kurzusai sem adhatják át. Nincs ott az egyébként figyelemre méltó eszközökben, a repülőgépében, az érzékeny műszereiben sem. Johnny Bravo azt vallja, hogy a rendelkezésére álló technológia ellenére a legfontosabb eszköze, amely a munkájában segíti, az empátia. Kérdezzük meg bármelyik tiszteletet érdemlő egyenruhás férfit vagy nőt, hogy miért teszi kockára az életét másokért. Mind ugyanazt fogja felelni, mert ők is megtennék, értem. Honnét jönnek az olyan emberek, mint Johnny Bravo? Egyszerűen így születnek? Némelyikük talán. De ha a munkakörülményeink megütnek egy bizonyos szintet, bármelyikünk képes lesz a Johnny Bravo-féle bátorságra és önfeláldozásra. Talán nem kérik tőlünk, hogy tegyük kockára az életünket és mentsük meg másokét, de örömmel megosztjuk a dicsőséget és segítjük munkatársainkat is boldogulni. Ami még ennél is lényegesebb, a megfelelő körülmények között ők is a legjobb tudásuk szerint cselekednének értünk. Ekkor pedig kialakul köztünk az a fajta kötelék, amelyik erős alapú szolgál a sikerhez és elégedettséghez, és amit sem pénzzel, sem hírnévvel vagy jutalommal nem lehet megvásárolni. Ezt jelenti, ha olyan helyen dolgozunk, ahol a vezetőknek az embereik jó közérzete a legfontosabb, ők pedig cserébe mindent megtesznek egymás és a szervezet védelmiért és fejlődéséért. A katonaság kiválóan illusztrálja ezt a tételt, hiszen a tanulság sokkal hangsúlyosabb ott, ahol élet és halál a tét. Egy valami közös azokban a szervezetekben, amelyek a legnagyobb sikereket érik el, mindig lekörözik a vetétársakat. A legtöbb tiszteletet parancsolnak mind a dolgozóik, mind a kívülállók körében ahol a leghűségesebbek a dolgozók és a legalacsonyabb a fluktáció, és szinte minden vihart és megpróbáltatást sikerrel küzdenek le. Mind úgy működnek, hogy a vezetők védelmet biztosítanak fentről, lent pedig az emberek vigyáznak egymásra. Ezért készek keményen dolgozni és komoly kockázatokat vállalni. Empátiával pedig bármelyik szervezet eljuthat idáig. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.